Dobsz először egy gyorsaság próbált, hogy mennyire, hogy fogsz tudni támadni, vagy csak előrántod. 20! 20-as. Akkor sikerül előrántanod, és van még egy támadásod. 13, meg 7. 13, meg 7, az 20. Meg 7, eltalálod. Jéppá! És akkor egy D4. Igen. 3. 3. 3. Ront életbe. 4 HP-je volt valószínűleg. De 5, de ezt majd nem tudtam volna lesz. Nem hal meg. Érzed, hogy benne akad a tőr, ott van benne. Nagyon ki van most már teljesen. Ő is. És ő jön. És ő jön. Csak 3 tortán vagy, nyugodj meg, az tök jó. És végül is csak... Eltalál az elsővel. Mennyi életed van? 6. Ez nem jó. Figyú, Trisztán, hozzatok lapátot, hogy kiássák a hullánkat, szóljál a törpiknek, törpikéknek. A törpapa tud ilyen, ilyen resurrection készítsen 3. 5 életerőt. 5-5? Nem, az 5. Hát az még 1. Neki is egy HP-ja van, és neked is egy HP-ja. Nem, csak ő még támad. Egyáltalán nem látok rájuk, gondolom. Teljesen betemette. Hát betemette az a rész, az a dolog, igen. Nem tudod, hogy milyen vastag az a fal, vagy hogy van. De megpróbálhatná látásni. A másik mellé megy. Oh, milyen jó! És a harmadik is. És a harmadik is az. Lucky vagy. Illene. Van még reactioner, nincs valami reactioner. Nincs valami ízé, de elugrás, vagy nem tudom valami, nem tudom. Ah, hello, ízé. Vagy nem is akartam. Ilyen ízé. Próbáld meg elcsábítani. Tesó, figyelj. Nincs valami ízé. Egyes! Bazd be! Bocs! Beleüt a falba! És mennyit sebződik? Egy HP! Nem, ennek vége támadna, de valahogyan tényleg megpróbált téged leszedni, és egyszerűen nem bírja tovább, eldob téged ugyan arrébb tesz, de gyakorlatilag ahogy hozzád csap a kőhöz, az volt az öt sebzés neked, ahogy leszedett téged, és ahogy támadna újat beléd, valahogy úgy akadt bele a falba a keze, hogy az egész járat így elkezd betemetni.